Csak maszkban és védőruhában kezelhették a koronavírussal fertőzött betegeket 2 éve a megyei kórházban. Azóta a helyzet sokat változott. Bár a Covid nem tűnt el, hatása sokkal gyengébb, mint abban az időszakban, amikor még nem volt ellene védőoltás. Mondta a 35 perc című műsorunkban dr. Szűcs Attila megyei kórház főigazgatója. Itt az ősz jönnek a hidegek, megemelkedett a vírusos fertőzésben szenvedők száma, de ezeknek a betegeknek a többsége nem terheli le a fekvő beteg ellátórendszert. A Covid itt volt, itt van velünk, jelen van, de szintén nem lehet azt mondani, hogy nagy nyomás jelentene. Az is örömteli, hogy sokat szelidült a vírus, hogy úgy mondjam, sokkal kevesebb már a légúti tünet, és nagyon gyakran igazából mellékleletként szűrjük ki, hogy pozitívak a betegek, akik nem a Covid-fertőzés miatt, hanem az egyéb meglévő bajuk, szív- és érrendszeri betegségeik, daganatok, gyomorbérrendszeri betegségek miatt kerülnek kórházba, és így egy véletlenszerűen kerülnek kiszűrésre ezek a Covid-tesztek által a pozitivitások. Úgyhogy alapvetően azt tudom mondani, a rendszer működik, tesszük a dolgunkat, sok a beteg, de bírjuk a terhelést, és mindenkit megnyugtatok, hogy mindenki, ha bajba kerül, megkapja magas színvonalú ellátást intézményeinkben. Nyíregyházán most régi új helyre költözött a Covid ambulancia. A korábbi helyen a hozzátartozók sok esetben az épületen kívül tudtak csak várakozni, ezért került vissza az ellátás a 3. emeletre. Az elmúlt hónapokban, amióta a betegszám csökkent, a sürgősségi osztályon láttuk el a Covid pozitív vagy Covid gyanús beérkező betegeket. Ez sajnos egy olyan változást kellett hoznunk, hogy a sürgősségi osztály előtere, ahol egyébként a hozzátartozók várakoznak egyebekben, ezt átalakítottuk egy olyan Covid jellegű ellátóhelyé, és ezért a hozzátartozóknak akár az ajtón kívül kellett várakoznia. Természetesen ezt a hideg a tél közelettével már nem akartuk, és nem is fogjuk fenntartani, ezért visszaköltöztettük a Covid ambulanciát a korábbi helyére, a Covid tömnek a 3. emeletére, ahol hónapokon, éveken át működött. Nagyon fontos, hogy aki itt a Covid ambulancián, azokat a betegeket látjuk el, akik vagy spontán jelentkeznek, vagy a mentő szállítja, de akik már igazolt pozitívak, akár gyors teszt, vagy PCR által, akinek csak Covid gyanús, vagy légúti tünetei vannak, továbbra is a sürgősségi osztályunkon kell, hogy jelentkezzenek. Itt csak a már ismert COVID-antigén gyors teszttel vagy PCR-teszttel igazolt koronavírus fertőzötteket tudják fogadni. A súlyos állapotú koronavírus fertőzésre gyanús betegeket továbbra is a sürgősségi betegellátó osztályon látják el.